Másrészt szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy itt a lakáspolitikai vitanapon az LMP bemutatta azt a koncepciót, hogy hogyan lehetne ezt a problémát, az ingatlanpiaci problémát valóban megoldani. Most jelenleg van Magyarországon körülbelül 10 000 olyan háztartás, aki előbb vagy utóbb, de el fogja veszteni a lakását. Na már most, hogy ezek hogyha kikerülnek a nyílt piacra ezek az ingatlanok, akkor valószínűleg a most létrejövő ingatlanpiaci befektetők fogják majd ezeket fölvásárolni, tegyük hozzá valószínűleg áron alul. Azzal szemben, amit mi javasoltunk, ami arról szólt, hogy azok az emberek, akik belekerültek a csávába, a bankok, akik egyrészt főfelelősei helyzetnek, másrészt az állam, aki a szabályozás kialakítása miatt szintén felelőse a helyzetnek, ők együtt összefogva oldanák meg ezt a problémát, és maguk a hitelesek, a bajba jutott hitelesek is tulajdonosai lennének ennek a rendszernek, és a bankok is tulajdonosai lennének a rendszernek, valamint az állam is. Ehelyett a hármas felelősségi kör helyett most a kormány egyrészt a devizahitelesek problémáit eltolta a 2015-re, másrésztről pedig folyamatosan az ingatlan piacra kiengedi ezeket az ingatlanokat, és létrehoz egy olyan lehetőséget, hogy a nagy tőke fölvásárolhassa ezeket az ingatlanokat. Tehát azt látjuk, hogy ahelyett, hogy a kormány megoldotta volna a problémát, valójában az van, hogy beengedi a tőkét, aki pedig szépen fölvásárolja majd az ingatlan alapot. Ezzel nem, hogy megoldottuk volna a problémát, hanem súlyosbítjuk. Kérem szépen, tényleg gondolják át, hogy egy bukott gazdaságpolitikai modellt szeretnének, ami már akár ebben a ciklusban is kidurranhat, de lehet, hogy csak a számításaik szerint 2015-ben, vagy pedig tényleg érdemi megoldásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Engedje meg, képviselő úr, hogy valamire fölhívjam a figyelmét. A kétperces hozzászólás az egy reagálási műfaj, és úgy gondolom méltatlan beesni az utolsó percben egy vita során, és két percben reagálni, amikor nem vett részt az egész vitában. Úgyhogy most a többiek, akik itt ültek, azoknak nincs lehetőségük időben reagálni. Ezért most Zékárpád Dániel képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Tisztelt Ház, az előterjesztők összességére kívánok reagálni, és az előttem elhangzott fideszes képviselői felszólalásokra, amiből kiviláglik az, lényegében választ nem kaptunk Volner János képviselőtársam szakmailag kiválóan alátámasztott és felépített évrendszerére, hogy milyen módon küszöbölhető ki az a veszély, hogy egy 10 milliárdos határ meghúzásával, amit önök meghúznának, tehát lényegében a hazai vállalkozókat kizárnák ebből a piaci szegmensből, hogy hárítható el ez a veszély, hogy külföldi spekuláns tőke özönöljön Magyarországba és próbáljon pozíciókat foglalni? Egyáltalán miért van szükség az önök által emlegetett úgynevezett friss tőkére az ingatlan piacra? Hát ez keresletet fog generálni. Hát pont az az óriási problémánk, hogy jelen pillanatban a keresleti oldal üres, 10 000-rével állnak az üres lakóparki lakások. Egyébként vannak ötleteink azzal kapcsolatban, hogy ezeknek mi lesz a sorsuk, hiszen hármas folyamat figyelhető meg Magyarországon, egy népesség fogyási, egy népesség robbanási bizonyos területeken és egy folyamatos migrációs nyomás. Tehát vannak félelmeink azzal kapcsolatban, hogy az üresen álló ingatlanok sorsa mi lesz. Miért kell tőke erre a piacra? Mi a cél vele? Mi az a friss, ropogós, spekulatív, forró tőke, amit ide kell vonzani? Lesz attól, hogy önök külföldi, multinacionális hátterű tőkét ide vonzanak, mondjuk egy államilag támogatott bérlakásépítési program? Nem lesz. Önök kikerülik ennek a felelősségét, mert nagyon is jól tudják, ahogy én is tudom, hogy ezt bizony költségvetési forintokból kellene alátámasztani. Csak magyar tőkéből lehet megoldani, például a kokáért az államadósság folyamatos, már-már mantrázásba hajló kozmetikázgatása helyett ide lehetett volna elkülöníteni pár száz milliárd forintot, hiszen látható az, hogy az államadósság kozmetikázgatásával önök semmiféle tehertételbéli könnyítést nem tudnak elérni, ugyanakkor nem oldják meg azokat a valóban forró és valóban akut problémákat, melyek által egyébként ez a rendszer feldolgozható lenne, és adja magát a kérdés, hogy a nagy koalícióval kapcsolatban miért nem reagáltak semmire. Tehát ha Veres úr és a Fidesz is ugyanazt vallja ebben a kérdéskörben, az számomra egy kicsit gyanús, ha önök erre nem reagálnak, az önmagában beszédes. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Kis Sándor képviselő úr következik két perces hozzászólással. Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, hát én kétségbe vagyok esve egyszerűen. Tehát, hogy a Fidesz így kívánja megoldani a devizahitelesek, a devizalakáshitelesek problémáját, tehát ez elképesztő. Tehát egyszerűen azt mondjuk, hogy képzeljük el, tehát ugye a kilakoltatásoktól félünk.
és akkor hát lakoltassák ki, nem tudnak az ingatlannal majd mit kezdeni a bankok. Tehát ez egyfajta védelem lenne a devizahiteleseknek, és önök rászabadítják a spekuláns tőkét a devizahitelesekre. Nem tudok mást mondani, csak egyszerűen a kétségbeesésemnek tudok hangot adni, hogy önök egyáltalán ez felmerült az önök fejébe, hogy külföldi társaságokat, és nem beszélve arról, hogy ilyen adókedvezménnyel és ilyen adminisztrációs könnyítésekkel rászabadítják a deviza hitelesekre a külföldi spekulatív tőkét. Hát ez elképesztő. Tehát engedjék meg, szerintem ez hazárulással ér fel, bocsássanak meg a kifejezésért, de hát egyszerűen nem tudok, már csak egyszerűen sírva fakadnék, hogy önök képesek erre. Ahelyett, hogy megalkották volna, egy olyan törvényt alkottak volna meg, amelyik igazán védi a deviza hiteleseket a spekulatív külföldi tőkével szemben. Ehhez önök ezt hozzák ide, és még legalább egy komoly társadalmi egyeztetés lett volna, hiszen ez olyan globál, tehát egy akkora jelentőségű törvény, de önök csak ide teszik egy pár nappal előtte. Hát legalább egy 3-4 hónapos társadalmi egyeztetés és szakértői egyeztetés lett volna erről a törvényről. Nagyon szomorú vagyok. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, Veres János képviselő úr, 2 percre. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Azért szerettem volna 2 szót szólni itt az elhangzottak után, mert kétszer is megszólítottak képviselőtársak. Szóval lehet ezt az előterjesztést kétféleképpen megközelíteni. Lehet úgy, ahogy itt az ellenzéki képviselőtársaim megközelítették, és lehet benne természetesen sok kétséget is találni. Azt gondolom ugyanakkor, hogy a forma maga, amiről most itt vitatkozunk, az egy lehetőséget ad. Szerintem nem érdemes a lakáshitelekhez kötődő dologhoz kapcsolni, mert nem ahhoz kapcsolódik. Szerintem nem érdemes olyan dolgokhoz kapcsolni, amihez itt néhányan próbálták kapcsolni, nevezetesen a külföldi spekulatív tőke Magyarország áramlásának az óriási veszélyéhez. Hol az a működő tőke, ami Magyarországra be akar jönni? Hol az a spekulatív tőke, ami Magyarországra be akar jönni? Hol? Látják önök ezt? Magyarországon sokkal-sokkal stabilabbnak kellene lenni ahhoz, hogy ez a tőke Magyarországra be akarjon jönni. Úgy gondolom, ez egy olyan forma, amiről most itt vitatkozunk, amely forma, ha megszületik, akkor lehetővé teszi azt, hogy ebbe a formában megnézzék, hogy mi van. Valóban vannak ennek veszélyei. Én is utaltam 2-3 olyan dologra, amivel szerintem érdemes foglalkozni. Ha ezeket a pontokat megfelelőképpen tudjuk a vita során tisztázni, akkor meg vagyok arról győződve, hogy egy olyan jellegű forma lesz Magyarországon hatályban vagy érvényes, amelyhez aztán eldöntheti mindenki, hogy akar csatlakozni, nem akar csatlakozni. Természetesen, hogyha ezt majd nem megfelelő adótartalommal folyó tevékenységnek fogja ezt valaki látni, akkor nyilvánvalóan lehet rajta változtatni. Én ma sokkal inkább azt tartom problémának, hogy Magyarország esetében az elmúlt időszakban nem biztos, hogy elég az a tőke, ami Magyarországra bejött, nem biztos, hogy a magyar tőkebefektetők számára megfelelő formák nyílnak ahhoz, hogy Magyarországon működtessék a tőkejüket. Én ennek a dolognak a szempontjából tartom mindez fontosnak és lehetségesnek. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, 2 perces hozzászólásra Zékárpád Dániel képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, a helyzet pofon egyszerű. A kormányzat egy előterjesztést tett elénk, melynek értelmében olyan ingatlankezelők jöhetnek létre a magyar piacon, melyek 10 milliárd forint letétele fölött működhetnek. Tehát a magyar vállalkozókat kizáratják erről a piacról. Ezek az új vállalkozások társasági adó, iparőzési adó mentességet élveznek. Emellett ingatlanhasznosítás, üzemeltetés és adásvétel szerepelhet tevékenységi körükben. Mindenki gondolja tovább ezt a folyamatábrát. Ezen közben egy nótát fúj a Fidesz és az MSZP, tehát védi ezt a rendszert velünk a nemzeti ellenzékkel szemben lényegében érvek nélkül, a Fidesz pedig nem cáfolja ezt a nagy koalíciót. A jegyzőkönyv kedvéért szerettem volna ezt megegyezni. Köszönöm szépen a szót. Sejrin Gábor képviselő úr, következik 2 perces hozzászólása. Köszönöm szépen. Már nem kívántam hozzászólni, de Veres János apológiája mégis megihletett. Valóban lehetőséget teremt ez a törvényjavaslat. Kérdés az, hogy mire teremt lehetőséget. Kérdés az, hogy mi a kormánynak a feladata, hogy mely gazdasági vállalkozások és mely gazdasági szektorok számára teremtsen lehetőséget. Ez a törvényjavaslat nem csinál mást,
mint hogy azoknak a befektetőknek nyit lehetőséget, akik kellően nagymértékű beruházásokat képesek eszközölni, elsősorban nem a reálgazdaságot preferálják, és nem erősítik a magyar helyi gazdaságot. Erről van szó, erről kellene beszélni. Valóban lehetőséget teremt, de én azt gondolom, hogy azoknak a spekulatív befektetőknek, akik hosszú távon nem szolgálják a fejlődés stabilitását. És hát Veres János összekevert két fogalmat, az egyik a spekulatív tőke, a másik pedig a működő tőke. Valóban kevés a tőke Magyarországon, akár a magyar tulajdonú tőke, akár a működő tőke. Ugyanakkor kérdés az, hogy milyen tőkére akarjuk a magyar gazdaság növekedését építeni. Olyan tőkére, amelyik szervesen be van ágyazva a magyar gazdaságba, vagy olyan tőkére, amelyik bármelyik pillanatban odébb állhat. Olyan tőkére, amelyik hosszú távon is magas hozzáadott értéket termel, amely lehetőséget biztosít a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak arra, hogy bekapcsolnak ebbe a fejlődésbe, ez a minőségi működő tőke modell, vagy olyan tőkére, amelyik egyik pillanatban befektet egy spekulációs ingatlan alapba, a következő pillanatban pedig bedönti az ingatlan alapot, majd odébb áll. Ezt lehet csinálni, ezt csinálták a balti államok, meg ezt csinálja a Spanyolország is, csak a helyzet az, hogy ez egy totális bukással van ítélve, mint ahogy az egész liberális buborék gazdaság bukásra volt ítélve, amelyik az elmúlt 2-3 évben elég csúfos véget ért. Szóval erre szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy élesen szétválik itt két fejlődési modell, az egyik egy minőségi, a helyi gazdaságra, a helyi gazdaság erősítésére építő modell, a másik pedig egy spekulatív tőkére építő modell. Kis Sándor képviselő úr következik 2 percre. Csak röviden, a Veres János képviselőtársam vetette fel, hogy látjuk-e ezt a spekulatív tőkét. Hát én megkérdezném, hogy látjuk-e vajon azt a spekulatív tőkét, amelyik Magyarországon a magyar termőföldet kívánja felvásárolni. Kicsit, mintha ugyanaz az érzése támadna az embernek. Azt a tőkét sem látjuk, és mihelyt olyan törvényi feltételek lesznek, akkor biztosan itt lesz, és felvásárolja a magyar termőföldet nagy részében is. Szerintem ugyanez lesz a lakásvagyonnal is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Veres János képviselő úr következik 2 perce. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Olyan dologról folyik a vita, amelyben nyilvánvalóan nem fogjuk egymást meggyőzni. Én továbbra is azt mondom, hogy az előttünk lévő javaslat az egy keretet teremt. Ha figyeltek volna a képviselőtársaim, akkor jó magam is vitattam a 10 milliárd forintos értéket. Ha figyelték volna az előterjesztés, akkor tudnák, hogy a kisebb értékkel esetleg létrehozandó majdani társaságban nem egy tulajdonosnak kell ennyi pénzzel rendelkeznie. Ez a forma lehetővé teszi, még ha meg nem is követeli, de lehetővé teszi azt, hogy lényegesen kisebb tőkeértékkel rendelkező magyarországi befektetők is részt vehessenek benne. És végezetül úgy gondolom, hogy az a tevékenységi kör, ami itt föl van sorolva az előterjesztésbe. Na, jó magam, egy pontosító kérdést föltettem az elején, hogy ebbe vajon pontosan beleérti-e az előterjesztő azt, ami a TEAHOR szerint nem egyértelműen megfogalmazott. Tehát ez a tevékenységi kör, amely most szerepel az előterjesztésben, az éppen, hogy azt teszi lehetővé, hogy Sherin képviselő itt most kifogásol, azt tudom mondani, hogy bárcsak Kelet-Magyarországon megjelenne, akár ilyen társasági formában is, számtalan olyan befektető, amely ingatlan fejlesztést hajt végre. Bárcsak ne kizárólag az ország központjában, fővárosában és fejlettebb részein jelennének meg ilyen tőkebefektetések, ugyanis ebben a pillanatban lehetőség lenne arra, hogy az ön által hiányolt modern gazdaság egyéb feltétele is megteremtődjenek ezeken a területeken. Ekkor valósulhat meg ezen a részén az országnak a korábban végrehajtott infrastruktúrális fejlesztések mellett a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges egyéb feltételek, ma hiányzó tőke miatti meg nem valósult feltételei után az, hogy valóban magas szintű foglalkoztatás legyen Kelet-Magyarországon is. Köszönöm figyelmet. Köszönöm szépen. Most Aralszky András képviselő úr következik a Keresztény Demokrata Néppárt képviselő csoportjából. Parancsoljon képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. 2 percben szeretnék reagálni itt az előbb elhangzottakra. Nem akartam hozzászólni, mert nem az én profilom ennek a törvénynek a vitele, illetve ennek a gazdasági hátterét sem ismerem igazából. De azért azt el kell mondanom, hogy félelemmel töltenek el az elhangzott szavak, ugyanis egy olyan nemzethalál víziót látok itt, aminek a megalapozottsága iránt igencsak kéteim vannak. Mindig megmondom, hogy miért van nekem kételyem. Ugyanis
olyan állítások hangzottak el a törvény szövegével kapcsolatban, amelyek tételesen nem igazak. Például Schering Gábor úr elmondta, hogy a szabályozott ingatlan befektetési társaság nem kerül a cégnyilvántartásba, nem kell és úgy fog működni a törzsdén. Ez egyszerűen nem igaz, tisztelt képviselő úr, és megnéztem az előterjesztést, annak a harmadik paragrafusa igen világosan beszél a szabályozott ingatlan befektetési társaságra, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 4. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásra és a végelszámolásról szóló 2006. évi 5. törvény rendelkezését a törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Végfutva a tervezett szövegét, megállapítható egyértelműen, hogy nincs olyan kitétel, amely szerint ezt a nyilvánosan működő részvénytársaságot ne kellene a cégnyilvántartásba bejegyeztetni, illetőleg ne kellene megfelelnie az egyébként az érték, a tőzsdei működéshez szükséges egyéb kellékeknek. Ha az önök nemzethalál víziói, az önök látomási a tekintetben, hogy itt egy katasztrófa következik be a gazdaságban, ilyen megalapozottak, mint az ön állítása, akkor nyugodtan ne lehet ezt a törvényt fogadni. Köszönöm a szót. Volner János, két percre szót. Köszönöm szépen. Valami tisztelt képviselőtársaim világossá szeretnék tenni. Akkor, amikor a gazdasági bizottság ülésén bekerült ez a törvényjavaslat, akkor olyan módon találkoztunk vele, hogy gyakorlatilag aznap lett benyújtva, amikor már rögtön tárgyaltunk is róla. És szerencsénk volt, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik osztályvezetője prezentálta részünkre ezt a javaslatot. Föl is tettük neki egyenesen azt a kérdést, hogy a törvényjavaslat vajon annak a célját szolgálja-e, hogy megjelenjenek azok a tőkebefektetési társaságok Magyarországon szabályozott törvényi keretek, igen szabályozott törvényi keretek között, de meglehetősen laza adózási feltételek mellett, akik esetleg fölvásárolják majd a devizahitelesek, a bajba került devizahitelesek lakásait. És igen volt a válasz. Megerősítette a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője, hogy igen, elképzelhető, hogy ezek a társaságok ebből a piacból részt fognak szerezni. Tehát én ilyen szempontból, ha már a minisztérium is megerősítette ezt az aggályt, én bizony úgy gondolom, hogy jogos és alappal jelentettük azt ki, hogy valóban van ennek a folyamatnak veszélye. Másik, amire föl szeretném hívni tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy is alakultak ki az ingatlanpiaci buborékok, amiről itt a képviselőtársam beszélt. Hát az USA-ban sem magától alakult ki, és éppen azért, mert az állam rosszul avatkozott be az ingatlanpiac működésébe, főszerepet játszott az ingatlanpiaci buborék kialakulásában, hiszen olyan embereket juttatott jövedelemhez, akiket a kinti terminológia alapján ninjáknak hívnak, ez egy mozaik szó, ami a jövedelem, a munkahely és a vagyontárgy hiányára utal, magyarul föllazították a hitelhez jutás feltételeit. Ebben az esetben mi pont attól tartunk, hogy ide jönnek ezek a társaságok rendkívül jó adózási feltételek mellett, és éppen ők fogják az ingatlanpiac árrobbanását esetleg előidézni, vagy olyan ármozgásokat, amelyből ők időben ki tudnak szállni, azonban a részvényesek nagyobb része károsultja marad a folyamatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő. Schering Gábor képviselő következik két percre. Köszönöm szépen. Szóval két dologról beszéltem. Az egyik a dereguláció, a szabályoknak a szabályozottságnak a rendkívül alacsony volta, és ehhez tartozik például igenis a cégbírósági bejegyzésre vonatkozó rendelkezés, nézzen alaposabban utána, de ennél talán még fontosabb, hogy ezekre a társaságokra nem vonatkozik a PSAF engedélyezési, az, hogy a PSAF engedélyezési eljárásán keresztül kellene mennie. Magyarul vannak olyan társaságok, amelyek a PSAF szabályrendszere alapján működnek, a PSAF által engedélyezve, és ezek az új társaságok pedig egy teljesen szürke zónában üzemelnek, egyébként a létező nyugat-európai mintának megfelelően. Nem is csoda az, hogy ezek a spekulatív befektetési alapok válsághoz vezettek. A másik viszont, amire szeretném, hogyha reagálna, vagy valaki reagálna, az, és az talán legalább ekkora nagy probléma ezzel a befektetési alappal kapcsolatban, az pedig a rendkívül alacsony adószint. Tehát egészen egyszerűen példanélkül az, hogy ilyen alacsony adószinttel
lehessen ingatlan célú befektetéseket létrehozni, és ez egy újabb, több milliárdos kedvezmény a legnagyobb befektetőknek, miközben önök emelték a járulékterhelést, ami a kis és közepes vállalkozásoknak jelent terhet. Önök az 500 milliárdos költségvetési hiánnyal járó SZIA bevételt megint csak a vállalkozókkal akarják megfizettetni, azon belül is elsősorban a kisvállalkozókkal, ugyanis az ő körükben vannak leginkább, az ő körükben találtok meg leginkább azok az átlag alattkeresők, akik rosszabbul jártak ezzel, és nekük a minimálbérét kell most béremeléssel kompenzálni, ami durva kiesés fog jelenteni. Ehhez képest a társasági adócsökkentés számukra nem érezhető eredményeket hozott. Tehát a helyzet az, hogy önök célzottan a legnagyobb befektetőkre, és azon belül is a spekulatív célú befektetőkre lőnek ezzel a javaslattal, legalább ezt ismernék el, és akkor utána vitázhatunk a részletekről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel további jelentkezőt nem látok, megkérdezem Manninger Jenő képviselő urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, képviselő úré a szó, parancsoljon. Igen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon sokan kérdés van, amire nyilvánvalóan részletes vitában lehet válaszolni. Annyit elmondok, nyilván itt fölmerült, hogy miért Rogán Antal gazdaságbizottság elnöket terjesztette be ugye először a javaslatot. De azt gondolom, ezt nem kell külsően majd magyarázni, a gazdasági bizottság elnökeként ezt megteheti. Azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan felszólás volt, amely megfogalmazott aggályokat, és az aggályokkal azokkal komolyan számolni kell, hiszen valóban a spekulatív tőke a sok kárt okozhat. Én azt gondolom, hogy az előterjesztés készítésekor ezt mérlegelték, és nem ugyanazt az előterjesztést olvassuk teljes egészében. Itt nem elsősorban jellegű spekulatív tőkéről van szó. A riogatás, ez pedig egy másik kategória, tehát én már csak erre szeretnék reagálni, hiszen a devizahitel kérdéshez ennek nincs köze. Képviselőtársaim pontosan tudják, hogy ott meghatározott feltételek történt, és a kvótáknak semmi köze ehhez a törvényjavaslathoz, mert ez már teljes egészében máshogy történik, tehát ilyen jellegű riogatás az hiszem teljes mértékben fölösleges. Az biztos, hogy miután teljesen új dologról van szó, én azt gondolom, hogy meg kell fontolni a módosító javaslatokat, erre lehetőség lesz a további vitában. Köszönöm a figyelmüket. Köszöntöm képviselőtársaimat, tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló 2010 évi 158-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A Gazdasági és Informatikai Bizottság önálló indítványát TPER 3549-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Aracki András úrnak, a Gazdasági és Informatikai Bizottság tagjának, a napi rendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház! A pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló 2010. évi 185. számú törvény módosítása az alaptörvény elfogadása miatt vált szükségessé. Az alaptörvény 23. cikke intézményesíti az önálló szabályozó szervet és annak alapvető szervezeti jogállásra vonatkozó követelményeit. A 42. cikke pedig kimondja, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvényben kell meghatározni. Ezért törvényben kell rögzíteni, hogy a felügyelet önálló szabályozó szerv, és az intézmény megerősítés érdekében újra kell szabályozni az eddigi működési kereteket is. A PSZÁF függetlenségét igen karakteresen jelzi az is, hogy a törvénytervezetet nem a kormány, hanem a gazdasági bizottság is nyújtotta be. A pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló törvény hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai,
valamint a piaci szereplők részéről érkezett kezdeményezések szerint indokolt a szabályozási jogkörök megerősítése és bővítése. Ennek megfelelően a javaslat felhatalmazást ad a felügyelet elnöke számára, hogy rendeletben állapítsa meg a következőket. A pénz, tőke és biztosítási piac, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató tekintetében az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint a díj beszedésére, kezelésére, nyilvántartására, visszatérítésre vonatkozó részletes szabályokat. Ennek megfelelően az illetékekről szóló 1990. évi 93. törvény is módosul. A függő és független biztosítás közvetítői, valamint a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzésre, a hatósági képzés során szerzett, a felügyelet által kiadott pénzügyi szolgáltatás közvetítésre feljogosító tanúsítvány megszerzésének feltételére és érvényességének követelményére vonatkozó szabályokat, valamint az egyes fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályokat. A javaslat biztosítja a szervezet folyamatos likviditását, valamint lehetővé teszi a civil fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységének támogatását is, ami hozzájárulhat a tudatosabb fogyasztói kultúra kialakulásához. A fogyasztóvédelmi bírságokról származó bevételt lehet erre a célra fordítani. Fontos változás, míg jelenleg a két alelnököt a felügyelet elnökének javaslatára, illetve előterjesztésére a miniszterelnök nevezi ki, vagy menti fel,